Na, sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk jelenleg Miskolcon, srácok. És hát álmomban se képzeltem volna, hogy a mai napon itt, ezen a városban, itt a Tiszai pályaudvar mellett fogom elkészíteni ezt a kis logos felvezetőt. Ugyanis most képzeljétek el, hogy a mai napon igazából a Nyíregyháza vásárosnövény vasútvonalat terveztem beutazni. Csak hát nem néztem ki előre a menetrendet, és amikor már ugye mentünk Nyíregyháza irányába, akkor vettem észre, hogy hát pont a nyíregyházi sebes beérkezése előtt fog elmenni a vásárosnövény, és utána vagy 2 órával indulna a következő, úgyhogy ezt a tervet ugye utána ugye elmulasztottam. És aztán eszembe jutott, hogy inkább próbáljam ki a Nyíregyháza Miskolc-Tiszai személyvonatot, mert azon még soha nem utaztam, és így is terve volt, hogy majd egyszer próbáljam ki. És hogyha már itt vagyunk Miskolcon, akkor megnézzük itt az adventi villamos, mert úgyis itt terve volt idén, hogy ezt levideózom, és akkor már nem kell többet ide jönni. Ugye tudnotok kell, hogy délután van, úgyhogy most nem lesz olyan sok snit, de igyekszem minél több felvételt majd készíteni róla. És 14:36 van, és majd 14:45-kor fog majd visszaindulni a felső majláthoz, úgyhogy rövidbe fogom ezt a kis vlog bevezetőt, ugye most vettem fel nektek, hogy ahogy beérkezik, úgyhogy megyünk szépen vele szerintem az alsó majlátig, és akkor ott majd felveszem, hogy visszaérkezik. Most a
Na hát srácok, itt vagyunk Alsómajlátnál, ugye itt szálltunk le az adventi villamosról, és ugye itt is készítettem egy felvételt róla, hogy ugye érkezik Felsőmajlát felől, és indul vissza szépen a tiszai pályaudvar irányába. És hát igazából nem sokára indulni kell vissza, még nem döntöttük el igazából, hogy busszal megyünk-e, vagy vonattal. Ugyanis ugye a buszunk az 16 óra 50-kor indulna vissza, ugye azzal 2 óra hossza az út innen Debrecenig. Ugye, és a vonat pedig ugye 17 óra 30-kor indulna ugye a Köri C, azzal ugye másfél óra alatt otthon lennénk, úgyhogy meglátjuk, hogy még kell menjünk szépen haza. És hát igen, azt el lehet mondani a miskolci adventi villamosról, hogy tényleg Magyarország legszebb adventi villamosa, és tényleg le a kalappal itt az MVK előtt, meg mindenki, aki ezt elintézte, hogy ilyen szép adventi villamos legyen. És eleve Miskolcra azt ugye el lehet mondani, hogy itt a villamos közlekedés nagyon-nagyon sokat fejlődött, ugyanis az egyetlen olyan város Magyarországon, vagyis mondhatjuk, hogy az egyetlen olyan vidéki nagyváros, de szerintem még a budapesti villamos közlekedés sincs olyan fejlett, mint az itteni. Szóval az egyetlen olyan város itt Magyarországon, ahol kizárólag ugye új, modern és alacsonypadlós villamosok közlekednek, ugye ezek az új Skodák, ugye ebből jelenleg 30 darab közlekedik, és ezek ki is váltották a Tátrákat. És még emlékszem is rá, amikor még először itt jártam Miskolcon, kicsi koromban, akkor még egyébként bőven a Tátrák közlekedtek menetrend szerinti forgalomba. És hát ugye pont kivártam, hogy utazzak egy új villamossal. És hát igen, régen azért nem úgy gondolkoztam, hogy dokumentáljam a régi dolgokat, sőt, inkább a újabb dolgok felé vaciláltam, vagyis újabb dolgok érdekeltek inkább jobban. Hát most meg mondhatni, fordult a kocka. És hát ugye se Szegeden, se Debrecenben és Budapesten se lépték meg azt, hogy igazából modern és alacsonypadlós villamosok közlekedjenek kizárólag. Ugye Debrecenben is közlekednek nálunk ugye a KCV 6-ok,
ugye Szegeden még ugye a KT4-es és szólót átrák, Budapesten meg még, Budapest még tényleg mondtam, itt tele van csupa-csupa régi villamos típussal, meg ugye még közlekednek az ígység, és itt jön egy gyönyörű szép Skoda szerelvény, és hát igazából Miskolton a közlekedésben talán a villamos közlekedés fejlődött a legjobban, és azért abban is meglátszik, hogy mennyire kultúrát itt a villamos hálózat, hogy az adventi villamos mennyire gyönyörű szép, szóval a szegedi, debreceni és hát a, szerintem a budapesti fényvillamosok is elbújhatnak az itteni mellett, szóval ez valami eszméletlen szép volt, és nagyon élveztem az utat, szóval ahogy szóltott a karácsonyi zene a villamoson, és hát imádom az itteni bemondott, ugye itt Petri Nóra mondja be ugye az itteni autóbuszokon és villamosokon a megállókat, szóval ahogy szólt a karácsonyi zene, és mondta ugye a DVTK stadion megállónál, hogy kérem vigyázzanak az ajtók a bal oldalon nyílnak, szóval csodálatosan szép hangja van, véleményem szerint kb. Ugyanolyan szép, mint Szalóci Pálé, csak nőbe. És hát igen, ezért nem tudom azt felfogni, hogy a MÁV-nak miért mondta Mátyus Katit kellett választani, közben itt egy neoplán trollinál. Nem, bocsánat, Tollinál, ugye összetéveztem, mert legjobban inkább a neoplán Tollineket szoktam így ilyet szóba hozni. Szóval ugye itt van egy neoplán autóbusz, ami ugye már kisebbségben van itt Miskolcon, és hétvégén nagyjából el is tűnnek ezek az autóbuszok. Közben jön a villamosunk, úgyhogy ott inkább ott folytatom majd a vlogolást. Szóval hát igen, a MÁV-nak is át kellett volna gondolni ezt a kis bemondó választást, és hát nem a Mátyus Katira lenne való igazából a bemondás, hanem például egy ilyen csodálatos szép rövi hang, ami például itt Miskolcon. És szerintem a budapesti Tarcsos utaféle bemondásokkal sincs semmi probléma. Tarcsos utának is gyönyörű szép hangja van. Szóval ezek a csodálatos bemondások, és hát soha nem tudom megérteni, hogy miért a Tamályos Katit kellett választani a MÁV-nál női bemondónak. És hát ugye ezzel a villamos, ami a Bulgárföldig fogunk menni, és ahogy néztem, még egy felvételt tudok lőni az adventi villamosról, utána ugye szépen indulunk haza, vagy autóbusszal, vagy pedig vonattal. Úgyhogy hát nem lett valami túl sok felvétel az adventi villamosról, viszont igazából én teljesen meg vagyok ezekkel elégedve, úgyhogy, és hát ezért se kell idén ellátogatni Miskolcra, hogy az adventi villamosra videózzam, úgyhogy még egy felvétel tudni fog készülni, utána pedig szépen elbúcsúzok tőletek. Na hát srácok, megérkeztünk szépen ide Miskolcnak a belvárosába. Levideóztam nektek ott az Újgyőri főtérnél is a adventi villamos, és valószínűleg az lett az utolsó felvételem, mert hát ugye a busz most lekéstük, ugye 16:50-kor ment az a utolsó olyan busz, amivel ugye hazaértünk volna 8 órára. És hát ugye a vonat az, ahogy mondtam, később indul majd 17:30-kor, és ugye most 16:50 van, szóval pont most ebben a pillanatban indult el a autóbuszunk, szóval úgyis már csak a vonatot érjük el, szóval akkor kicsit leszálltunk itt a belvárosba körbenézni. Ugye itt szépen elsuhant a egyás villamos, ami ugye nem régen indult be itt Miskolcon, de ebbe a témában inkább bele sem megyek, mert mondtam a videó elején is, hogy álmomban se gondoltam, hogy ma Miskolcon fogok kikötni, és egyszerűen nem készültem fel abból a témából, hogy most milyen villamos, illetve autóbusz járatok vannak Miskolcon. És ahogy már az adventi villamoshoz kapcsolódott az egész videó, úgy gondoltam, akkor már ez az egész adventi hangulat, az akkor tegyük bele a Miskolcnak a díszkivilágítást is. Ugye ez itt Miskolc főtere, ugye a Városház tér, és hát itt van a legszebb kivilágítás, talán mondhatjuk. Itt egy ugye a legnagyobb kijelző, hogyha egy kicsit ráirányítom a kamerát, akkor tudján, talán láthatjátok is, hogy mit mutat. Ugye itt van egy ilyen kis minimanó, vagy mi ez. Ugye itt van egy ilyen kis karácsonyfa, meg a fák szépen ki vannak itt világítva. Úgyhogy nagyjából ezt kell elképzelni így Miskolc belvárosáról. Egyébként Miskolc belváros elég szép, de nem mondanám, hogy megközelíti a például a Szegedit, Győrit, Kaposvárit, vagy amely városokban jártam és láttam a
belváros, de azért az itteni belváros is, itteni belvárosnak is van bőven szépsége. És megint ez a probléma, hogy nem tudok a maszkba beszélni, mert tudtam, hogy itt az utcán is kötelező. Úgyhogy egy kicsit lehúztam, hogy azért jobban kapjak levegőt, miközben itt mondom nektek a információkat. Van egy kis jászol itt, ugye a fák, van szép kis fényfüzér, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szép itt a egész kivilágítás. Mindjárt majd megnézzük, szerintem egy megállót sétálni fogunk, mert ugye itt a belvárosi szakasz a villamosvonalnak, ugye innen a Városháztértől ugye a Színva Park megállóig van, szóval ugye szerintem ezt le fogjuk sétálni, utána már ott lesz az idő, hogy felkerülni, és menni kell szépen a vasútállomás felé, mert ugye indul a vonatunk. Na és egyébként most veszem észre, hogy ott még fent az alvaskilátó is ki van-e világítva. Hát nagyon jól mutat innen az egész Városháztértől. És hát így az egész kis kivilágítás forgataggal, ugye fák, ugye itt az adventi koszorú, karácsonyfa, ugye Miskolc felirat, szóval van, tényleg nagyon-nagyon szép itt is a kivilágítás. Hát Szegeden nem tudtam megnézni, mert arra ugye nem maradt idő, mert igazából ott is inkább a fényvillamosokat videóztam. Viszont ugye itt csak egy fényvillamos van. Bár mondjuk azt elmondanám nektek, hogy szívesen megnézik egy itteni és új Skodát ilyen fényáradatba. Viszont itt ez az egyetlen egy Tátrás fényvillamos van, ami azért gyönyörű szép, szóval leelőzi a Pestit, a Szegedit, meg a Debrecenit is. Szóval ezek a különböző városokban az lévő fényvillamosok elbújhatnak a Miskolci mellett. Viszont emellett még megnézik egy ilyen kis semmi extrát, csak látoznék a fényfüzéreket egy ilyen Skodára. Úgyhogy hát, ez majd valamelyik képben meg fog valósulni, ugye eddig még nem valósult meg. Na hát srácok, haladunk szépen itt Miskolc belvárosában, ugye villamos pályával egy vonalban. Közben jön egy autó, nem villamos, mert azért elég fura lenne, mert most ment el az előbb az a Tiszai pályaudvar felé menő Skoda. És hát nagyjából ezt kell ugye elképzelni Miskolcnak a belvárosából. Itt is hasonlóan vagyok Miskolccal és Nyíregyházával, hogy tetszik az egész közlekedése. És egy tervezek jönni majd videózgatni így hétköznapokon a még forgalomban lévő MAN SG 263-as buszokat, illetve a neoplánokat, mert azért ki tudja, hogy mikor vonják ki azokat. Meg egy teljesen tartalmas videót csinálni az itteni közlekedésről, villamosokról, buszokról, mindenről. Közben itt az egyás villamos halad el. Úgyhogy mondom, erről most nem szeretnék beszélni, mert nem néztem utána, és abszolút nem akarok hülyeséget mondani. Úgyhogy szerintem nagyjából, hát még nem búcsúzom már, de úgy se lenne most különösebb érdekesség, amit még tudnék mutatni ebbe a videóba. Úgyhogy végigsétálunk itt szépen a... Ja igen, nem a Színva Park lesz a következő megálló, hanem a villanyrendőr, ugye. Ez is egy nagy csomópont. Úgyhogy vagy ott, vagy a Színva Parknál fogunk felszállni a villamosra, és megyünk szépen vissza a vasútállomás irányába. Erre itt szépen itt a kidíszített fényfüzérekkel ellátott fák. Ugye itt is. Úgyhogy tényleg nagyon szép itt az egész kivilágítás. Na hát srácok, meg is érkeztünk ide a Tiszaihoz, és igazából a villamoson terveztem elköszönni, viszont ott vettem a bemondásokat, mert mostanában rájött az őrület, hogy így gyűjtsem különböző városoknak a utastájékoztatásait, köztük vasútállomáson, buszon, villamoson, mindenhol. Szóval inkább azokat vettem fel a elköszönő vlog helyett, úgyhogy inkább most köszönök el, nekünk meg sietnünk kell, mert hogy egy szűk negyed óránk van a vonatindulásig, és még egy egyet is meg kell vennünk. De köszönöm a figyelmet, és hát most nem tudtam mit csinálni, itt mindenki között kellett felvennem ezt a kis vlogot. Úgyhogy találkozunk legközelebb, srácok, addig is. Sziasztok!